Tisztelettel köszöntöm kedves közönségünket a Magyar Művészeti Akadémia irodalmi tagozatának idei könyvdíj átadó ünnepségén, amelyen most már negyedszer adjuk át az év legjobb könyvedíjat és a könyvnívó díjakat. Bemutatom mindenek előtt Csille Gábor József Attila díjas költőt, írót, aki az EST műsorvezetője lesz, és az ő feladata lesz mindenki másnak a bemutatása, közreműködő bemutatása és a díjazottak és laudációt mondok bemutatása. Köszönöm szépen a figyelmet! Akkor ismét kezüket csókolom, jó napot kívánok, még nem jó estét, csak jó napot, majd akkor lesz sötét, ha kimegyünk innen az utcára az est a délután végén. Tehát Zsille Gábor vagyok, mindenkit üdvözlök, és azért gyűltünk itt össze, hogy átadjuk az év legjobb könyvedíjat, illetve az év nívó díjait. Ez egy nagyon szép apropó. Általában többféleképpen lehet szerkeszteni egy folyóiratot. Létezik az úgynevezett utánfutó szerkesztés, amikor a szerkesztők abból főznek, ami éppen véletlenszerűen összejön. Ilyenkor sok vacak is érkezik, meg sok jó is. Az ilyen szerkesztés általában veszélyes, mert elég vegyes lesz az eredmény, általában elég risz-rossz egyenetlen a termés. Tehát ez nem egy túl szerencsés dolog. Aztán az is egy létező szerkesztési mód, amikor a szerkesztők célzottan fölkérik a szerzőket, és így célzottan felkérések alapján gyűjtik be a kéziratokat, kitaposva erővel bizonyos kevésbé szorgalmas szerzőktől az írásokat. Ez már lényegesen jó, mert jobb, sőt talán ez az egyik legjobb, mert ilyenkor tényleg egy koncepció mentén halad a folyóirat. Most pedig ugye az élő folyóirat rendezvényen vagyunk, és számomra talán ez a legkedvesebb, amikor az élet szerkeszti a lapszámot, az élő folyóirat délutánját, hiszen azért gyűjtünk itt össze, hogy díjazottakat ünnepeljünk. Mondhatjuk azt is, hogy az élő folyóiratnak ez a lapszáma egy gála műsor, és természetesen nem véletlenszerűen kerültek ide a díjazottak, hanem egy tudatos kuratórium által válogatott mezőnyt hívtunk össze. Tehát ez olyan szép, hogy a legsikeresebb szerzők ülhetnek most ide kielénk, tehát garantált a színvonal, csak ezt szerettem volna mondani. Így aztán föl is kérem a három ünnepeltünket, a három gála hősünket, hogy fáradjanak fel mellém a színpadra, és akkor kérem szépen így, ahogy majd a díjat is átveszik ebben a sorrendben, kérem szépen Kontra Ferencet, üdvözlöm! Csender Leventét kérem szépen, hirtelen nem látlak, igen. Kísérőd is van? No. Akkor egyel több székkel majd? Ja, jó. Volt egy kóbor ötletünk, hogy a kerékpár ülésem lesz a könyvtámasz, de szerencsére olyan szép keménytáblás könyveket mutatunk be önöknek, hogy ezek megállnak maguktól, erre is jó egy keménytáblás kötet. Így van, és akkor a harmadik díjazottat is kérem szépen magam mellé, Király Farkast. És most pedig mindjárt melegében fölkérem Tóth Erzsébetet, hogy mondja el a laudációt. Köszönöm szépen. Mármint, hogy Kontra Ferenc laudációját. Köszöntök mindenkit szeretettel. Örömteli feladat, amire vállalkoztam. Fiúk, viháncoló csikók a vadszelekben, ha ne talán az űrig nem sikerül szállnunk, s e rögös földre mégis visszatérnénk, csak Lábújhegyen, halkan. Apáink hűlő, drága arcán járunk. Ha valaki esetleg nem tudná, Farkas Árpád sorait idéztem. Eljutottam abba a korba, amikor be kell biztosítani magam a 4-5 ezer karakterben, ami nekem erre az estére adatott, valami maradandó is legyen. Amikor fiatalon az ember írni kezd, természetesen még nem lehet benne olvasmányainak súlya.
Ha elképzelhető lenne ez az elképzelhetetlenség, talán kevesebb író lenne. Ebben az idézetben véletlenül Kontra Ferenc művészetének és legutóbbi regényének három fő motívuma is benne van. Fiúk, gimnazisták, valahai viháncoló csikók, az álom hídján fiataljai és öregjei, akik elvágyódnak. Ha otthon nem jó, az űrig, ha máshogy nem sikerül, az interneten át a felhőkbe, hogy aztán megszökjenek valahova, ahol talán élhető lesz az élet. Esetleg valahol éjszakon, de úgy, hogy névnek, útlevélnek nyoma se legyen, ne maradjon utánuk semmi, ami az otthon hagyott otthonra emlékeztetne, új emberként, nem idegenként, kisebbségként, nem megtűrtként, migránsként, menekültként, nem különösként létezhetni csak, hanem mint egy ember, mint egy akárki. Folytatva Farkas Árpáddal, csak Lábújhegyen, halkan. Apáink hűlő, drága arcán járunk. Kontra Ferenc regénybeli fiataljainak jó okuk van a menekülésre. Vagy nincs apjuk, mert nem ismerték, vagy van, de olyan kegyetlen lett a rámért kegyetlenségek súlya alatt, hogy a fiú is csak nem belecsöndesül. Csak egy nagyon okos, szakértő orvosnak sikerül szóra bírnia. Anyjuk ismeretlen, vagy volt, de beleveszett a folyóba, és másik anyát kell választaniuk. Azt hiszik, elmehetnek innen, hiszen ahova születtek, ott nem lehet élni. Nincs bennük az itt élned, halnod kell parancsa, vagy már nagyon mélyre került. Nem természetesen alakult így. Az urántöltető bombák, melyek irányítói éppen őket szemelték ki, rájuk hullottak. A regény az 1999-es újvidéki NATO bombázások napjaiban kezdődik, és a rákövetkező 20 év nyomorúságait ábrázolja, miközben még humorra is van ereje. Ha egy könyvet csak egyszer olvastál el, akkor azt egyszer is kár volt elolvasnod, mondta valaki. Borgesra tippelek, de mindegy is, hiszen ha sokat olvas az ember, hajlamos csak a gondolatot megjegyezni, az író nem is olyan fontos. Amit nagyon sokszor idézek föl magamban, előbb-utóbb az enyémmé válik, és évek, évtizedek múltán hajlamos vagyok sajátomként tekinteni rá. Jártam már így Pilinszky, József Attila, sőt kontrasorokkal is. Egymás életét fajjuk föl, írta például egy helyen Kontra Ferenc, és egymás életének kannibáljai vagyunk. Hát nem igaz, és nem szörnyű. De hát mi másunk van? Őseink földje, története és történelme. Ami ránk hagyatott, gazdálkodjunk vele az életünkben és az irodalmunkban. Nem tudom, érdemes-e különbséget tenni, hiszen annyira ugyanaz. Pilinszky, József Attila, Kontra, különös lehet őket egymás mellé írni, de írhatnám Guillaume Nándort, Szilágyi Istvánt is Kontra regényeire gondolva. A lényeg, a legnagyobbak között látom. Akkor is, vagy talán éppen azért, mert öntörvényű külön úton jár, ami az eszközeit illeti, de ami a művet fölemeli, az közös bennük. Az ősök jussán. Ez tipikus Kontra szó összetétel. Miért vagyunk itt, miért élünk, miért kell örökké védeni, ami a miénk? Vagy csak volt, mert már elvették tőlünk. A hegyeinket ugyan. Az utcáinkat, az utcaneveinket, azok sorait, akikről az utcát vagy a temetőt elneveztük. Az ősök jussán. Mindig mások veszik el, persze, nem is azok, akikkel közös tulajdonunk lehetne, ahogyan békésen élhetett tájainkon olyan sokféle nép, és mindegyik megtalálta vagy felépítette a maga templomát. Miért kell távoli, idegen hatalmaknak dönteni rólunk? Miért háborús tűzfészek még ma is, vagy ma is újra Bosznia? Van egy eszmefuttatás a regényben a gödör effektusról. A regény egyik hőse, Ódium, beszél róla. Akkor olvastam ezt innen az idézet, folytatta tárgyilagosan Ódium, amikor különféle európai gondolkodók arról kezdtek egymás közt érvelni, hogy mit is kellene tenni ezzel az országgal. Hogyan kellene megoldani kívülről a problémát.
Természetesen a beavatkozás ideológiájának a megfogalmazásáról volt szó, mintha önálló, aktuális tudományággá avanzsált volna, holott csak önfényező okoskodások hangzottak el. Hiszen ugyanennek az ideológiának volt 8 éve arra, hogy tragédiákat akadályozzon meg, és nem dobált bombákat sehova. Ekkor keletkezett a gödöreffektus, az etnikai vitának álcázott erőfitoktatás. Érdekből úgy nézni le a gödörbe, hogy mi valóban felettünk állunk. Emberként nem vagyunk egyenrangúak, hiszen ők a gödör fenekére kerültek. És ilyenkor mindig annak van igaza, aki madártávlatból szemléli az eseményeket. Nem ő viszi a bőrét a vásárra. Szándékosan nem emelek ki egyetlen epizódot sem a félelmetesen szigorú, tökéletesen megszerkesztett regényből, mert ebben az ismertetőben most nem a történetek a fontosak, hanem az érzékenység változása egy élet során. Legalább 20 éve készültem megnézni Krisztóf Zanussi rövidfilm a Szerelemről című filmjét. Mikor pár hete elkezdtem nézni a tévén, nem tudtam végignézni. Nem bírták az idegeim a fiatal fiú sorsát kivárni, mert elolvastam a történetet előtte. Már öreg voltam ehhez a filmhez, miközben naponta gyilkosságok sorát láthatom a hírekben. Mi a különbség? Az érzékenységemet nyűtte el az új világ, ahol már nincs is szerelem, csak szex, állítólag. Az igazi művészet megkínoz. Erős idegrendszer kell hozzá, ami nekem már nincs. A hűség, a mesterség, a művészet és az ősök jussán Kontra Ferenc olyan regényt írt, amit csak egy Bruegel festményhez hasonlíthatok. Nem zsúfolt, hanem dús, olyan szörnyű és szépséges. Minden apró jelenetben egy történet eleje, közepe vagy vége látható, a néző vagy olvasó tovább szálazhatja, a történet mellékszálait téve meg esetleg fővonalnak, s még az is lehet, hogy Kontra későbbi műveiben találkozik az elveszettnek hitfonállal. Nincs kizárva, hiszen Kontra Ferenc is azon szerzők közül való, akiktől függővé válik az olvasó. Lehet éppen nem olvasni időlegesen, de akkor is rászoktál az olvasására. Életfogytiglan. Köszönjük szépen Tóth Erzsébet Babérkoszorú díjas költőnek a laudációt. Most pedig kedves kötelességem, hogy bemutassam a mai felolvasóinkat, mert a díjazott művekből részleteket fogunk hallani, és ebben egy színművész házaspár lesz a segítségünkre, Talján Marian és Lázár Balázs. És akkor egyben kérem is, hogy hallgassuk meg a részletet Kontra Ferenc az Álomhídja című díjazott művéből. A rakpart lépcsőjén ültünk, és néztük, hogyan úsznak el az álmaink. Mindenki gyászolta, hogy álltunk ezen a mind halálig tartó csoportképen, némán bámulva a roncsokat, az összeborzolt fémszerkezetet, a kilógó kábeleket, olyan volt, mint egy hatalmas állat kifordult belei. Mi voltunk ott, bennünket bombáztak. Senki sem tudta, hogy még meddig, senki sem sejtette, hogy összesen 78 napon át folyamatosan, amennyi ideig egyetlen várost sem a második világháború alatt. Senki sem gondolta volna, hogy mi minden veszik el akkor örökre. Ez nem háború volt, hanem az apokalipszis látványa. Akikkel együtt álltunk ott, bármikor találkoztunk később, évek múltán is, láttuk a másik tekintetében azt a hajnalt, és az a látvány örökre összekovácsolt bennünket. Ettől mindvégig a hátunkon futott a hideg, éreztük egymáson a fémes lőporszagot. Láttam holtakat. Láttam meghalni embereket ebben a városban, de mégis ez a kép maradt meg legtovább. Felnéztem a házakra, és láttam, hogy a parton a hídra néző ablakok mind betörtek. Az ajtó nyitva volt. Ronin ott állt a kitört ablak előtt. Én láttam,
Mit láttál? A szikrákat láttam teljes hosszában, ahogyan egy óriás csillagszóró visszatükröződik a vizen, és a folyó viszi magával a szikrákat, ahogyan kígyózva kanyart vesz a strandnál. Láttam, amíg el nem tűnik, hogy a hátán úsznak el a lángoló csillagok. Utána néztem. Olvastam az albinizmusról. Szerintem te legfeljebb csak 50%-ban vagy az. Persze, tudom, tipikus a megnőtt fényérzékenység. Könnyen elkápráztatnak az ilyen durva fényhatások. Ronin azt mondta, hogy az erkélykorlátot is másként látja, mint én. A látásotokban több van fél dimenzióval, ilyesmit olvastam. Gondolod, tudsz nekem még újat mondani? Emellett még rendszerint fennáll egy kisebb-nagyobb mértékű szemtekerezgés is. Ezért látok másként. Ezt a képességemet akartam kamatoztatni a művészetben. Valóban eltér a térlátásom a normális emberekétől. Nagyobb felületeket tudok belátni több dimenzióban. Régóta tisztában vagyok vele, hogy nem ment el az eszem. Ez egy adottság. Mindig az a kérdés, hogy én vagyok tébolyult, vagy az összes többi ember. Ezt ódiumtól hallottam, az orvostól, aki gyerekkorom óta kezelt, és azt mondta még, hogy ezek a barmok nem tudják, mit cselekszenek. Most meglátjátok, milyen, amikor minden kifehéredik, ti is kifehéredtek, és megtudjátok, milyen, ha valakinek nincsen szemöldöke, mint a békának. Tudtad, hogy réges-régen a vietnámiak kókuszos békát ettek? Fogtak egy kókuszdiót, furtak bele egy lyukat, és beletettek egy békát. Pár hét elteltével kinyitották, és benne egy vak, fehérbőrű béka csücsült. A bőre elképesztően lágy és finom volt. Kókusz ízű. Ronin csak bólogatott és hozzátette. A fehér vagy éppen albínó állatok mindenütt kiváltságosak. Az indiánoknál a fehér páva szimbolizálja a világban szétszóródott lelkeket. A parton a tömegben már mindenki a természet kifehéredéséről és a rádióaktív ivóvízről beszélt. A lián sötét lila virágja most fehér lett. Ahogy még napok múlva is csak fehér virágok nyíltak a kertekben, mintha csoda történt volna. A folyón tejszerű, könnyű pára lebegett. Egy ember halhatatlanságáért sokan meghalnak, írta az egyik helyi költő másnap a versében. Sokan naplót vezettek az események hatására. Különös látványok, napsütésben is hangrobbanások zökkentették ki az embereket mindennapi nyugalmukból. Sokan láttak angyalokat ebben a fehérségben, és elborult elméjükben megállt az idő. Fehérek lettek az óramutatók, magába olvasztotta őket a számlap. Egy terhes nő örjöngve rohant végig a rakparton, mert valami furcsát látott a folyóban. Krokodil volt! Krokodil úszott a vízben! Hamarosan az egész park fehérbe borult. Az ablak előtt kávéztunk. Ronin ezúttal vendégeket is hívott, friss tea sütemény is került az asztalra. Néztük a teraszról, hogy a tömeg hol fogyatkozik, hol újra összegyűlnek az emberek, és csak nézik a vizet, mintha a jövőjüket sodorná el. Willie Nelsonnak van egy dala egy angyalról, aki túl közel merészkedik a földhöz, megsérül a szárnya, és ott sínylődik betegen röghöz kötve. A dal hőse, aki rátalál, összefoltozza a szárnyát, aztán csak nézi, ahogy az angyal meglovagol egy felfelé irányuló légáramot, és elhagyja a stratoszférát. Ez a dallam jutott eszembe, miközben a fehér tollakat néztem a folyó felszínén, ahogy sodródnak, közben visszhangzott egy becsapódás a két fülem között, mint a harangszó az óratoronyban, mondta Ronin. Nem az angyal tollai voltak. A partról kicsit közelebbről lehetett látni azokat a fehér tollakat, ahogy elborították a felszínt. A sirályokat szétcsapta a légnyomás. És a ragadozó halak alig várták, hogy az elhullott madarak maradványait magukkal húzzák a mélybe.
Néma gyilkos a köd a víz felett. Nem is köd az? A piros fejű Tomahawk rakéták nukleáris töltetéből származik, mondta az egyetem vegyésze. Beüvegezték az ablakokat, de okulásul szolgált másoknak is. Hatalmas, barna X-ek jelentek meg az ablakokon, a szikszalagok, hogy ne sérüljön meg senki, ha kitörnek. A bombázás új látványtervekkel szolgált a térművészethez, mondta Ronin. Hazahozott összetekerve a nyomdából egy hatalmas kartont, az ablakkal szemközti falat csak nem a mennyezetig befette. Apró szögekkel rögzítette. Rávetített egy képet, az egykori kilátást, amit ő fényképezett az ablakából, amikor még megvolt a híd. Körülrajzolta a várat, rekonstruálta a felrobbant régi híd vas szerkezetét, a hajósok toronyóráját és a csónakokat. Mi voltunk az elsők, akik láthattuk a nagy terv első vonásait a falon. Kontra Ferenc József Attila díjas író, az Álom hídja című könyvéből hallottuk ezt a részletet, és ezt a Magyar Napló kiadó jelentette meg. A Magyar Művészeti Akadémia irodalmi tagozata minden évben odaítéli az év legjobb könyve díjat, és idén úgy döntött az elnökség, az irodalmi tagozat úgy döntött, hogy ezt az év legjobb könyve díjat az Álom hídja című könyvnek és szerzőjének, Kontra Ferencnek adja. Fölkérem Mezei Katalin Kossuth díjas költőt, hogy adja át ezt az oklevelet. Hadd mondjam el, hogy nem csak ebből az oklevélből áll a díj, hanem egy elég jelentős pénzjutalomból is, és szívből gratulálok Kontra Ferencnek, aki Márai díjas és József Attila díjas író, ehhez az új díjhoz gratulálok. Én is szívből gratulálok az év legjobb könyve díjhoz. Van még egy fontos szereplője a mai élő folyóirat délutánnak, Dress Mihály zenészt köszöntjük köreinkben. Kémeim azt jelentették, hogy valamilyen délvidéki magyar zene következik. Igaz ez? Igen. Részben. Akkor szeretettel hallgatjuk. Dress Mihály. Szegedi nagy Duna.
de nem lehet angyalom, de ragyogós csillagom, mert nagy víz van a Tiszán, a szegedi nagy Duna. Köszönjük szépen Dress Mihály Lisztdíjas kiváló művésznek az előadást. A Magyar Művészeti Akadémia irodalmi tagozata nem csupán az év legjobb könyve díjat ítéli oda, hanem könyvnívó elismeréseket is adományoz. Az egyik ilyen 2018-as évi könyvnívó elismerést Csender Levente József Attila díjas író kapja. Az Örök utca című novellás kötetért, az Előretolt helyőrség gondozásában látott napvilágot. És most fölkérem színművészünket, hogy tolmácsolja számunkra Nagy Zoltán Mihály laudációját, aki sajnos nem lehet közöttünk. Egy jó toll jelen időnkben. Igen. Fintorogjanak bár némely tudálékoskodó szép lelkek az ötleten, mindez idáig csalhatatlan ösztönömre és olvasmányaimra hagyatkozva, Csender Leventét jó tollú írónak indiánosan szólva, jó tollnak merészelem nevezni. Mai irodalmunk művelői közt a kevés számú igazi legjobbak egyike ő, akit számomra furcsa módon novellistaként tartanak számon. Ő maga is használja ezt a definíciót, holott egyébként remekbe szabott kis prózái, a rájuk jellemző leíró, részletező stílus okán sokkal inkább a történéseket ráérősen mesélő elbeszélés műfajának jegyeit hordják magukon. Márpedig a két műfaj köztudottan nem mosható egybe. Hasonlóságuk jószerivel csak a terjedelem viszonylagos rövidségében nyilvánul meg. Aki mégse hiszi, járjon utána a Wikipédia szótárban. Igen. Csender az a fajta elbeszélő, aki a saját korábbi megpróbáltatásai hevében megedződve, önvalója mély tudatában sejtelmesen, de szívósan munkáló küldetéstudattal figyeli, érzékeli, jeleníti meg tátongó hiányokkal síró, ám nem ritkán nagyszerűnek vélt, hazudott jelenvalóságunk bűzösen gomolygó iszonyatát, makacsul a legelesettebbek, sokféle gyökerű nyomorúságára fókuszálva, attól függetlenül, hogy önhibájukon kívüli okokból, vagy annak következményeként sodródtak a létezés sivár perifériájára. A gyakran valóságosan is létező esendő alakok, tragikus sorsok rokonszenves visszafogottsággal készült, a választott hősökkel való azonosulás szándéka nélkül, a saját keserű élményeit megszenvedve túlélő, külső szemlélő, higgadt rajzára jó példa, az előző kötetek logikus folytatásaként is legújabb, Örök utca című könyvének 15 elbeszélése. Igen. Ebben a kötetben is felsejlik a szerző által soha meg nem tagadott, de túlzásban menően nem is hangoztatott erdélyiség. Ugyanakkor a jórészt Tamási Áron által annak idején még jogos büszkeséggel felmutatott bölcs, furfangos és vicces székelyek a legkevésbé sem nyüzsögnek a kötet elbeszéléseiben, hiszen létkörülményeik változása és romlása következtében ezek a jellemzők mindinkább elsorvadnak. Csender Levente tehát semmiképpen sem kárhoztatható az otthon maradó
és vagy onnan elmenekülni kényszerülő emberek jellemének torzulásáért. Ő csak a torzulás okait és annak folyamatát általános vonatkozásban az emberi sorsoknak a körülmények miatt túlságosan gyakori kiteljesedhetetlenségét jeleníti meg. Mi mást kezdhetne azzal a hatalmas, negatív élményanyaggal, amelynek önmagából való kiírásával bennünket is segít a körülöttünk villódzó baljós társadalmi jelenségek és a bennünk szárba szökni igyekvő nemtelen vágyak, barbár törekvések meg és felismerésében. Ezzel a meggyőződéssel ajánlom mindenkinek Csender Levente Örök utca című könyvét. Ebbe az utcába érdemes bemenni. 2018. december 6-án írta Nagy Zoltán Mihály. Köszönöm szépen a laudáció tolmácsolását, most pedig javaslom, hallgassunk meg egy részletet ebből a műből. Mágus. Részlet. Ennek a Kelet-Európának soha nem lesz vége. Csődbe ment a cégem. Festékpatronba öltem mindenem. Hát körbe tartozás, tudod, hogy van ez. A válság meg ugye súgy elvitte. Pesten nem tudtuk fizetni az albérletet. A feleségem félállásban rajzot tanított. Koptatta sok grafitot. A színes ceruzát ő vette a gyerekeknek a saját pénzén. A fizetése egy fél albérletre se volt elég. Hazamentünk Balkányba, anyámhoz, Tirpák földre, hogy majd a tetőtérbe beköltözünk. Ott a nagy ház, mondta, aminek ő a negyedét se lakja be, menjünk oda. Kifestettük, rendbe raktuk, akkor megjött a vihar, nem is vihar volt, hanem tornádó. Benyomta a nagy ablakot, megtöltötte a tetőteret vízzel. Jó, hogy meg nem fulladtunk. A fejemen kopogott a jég. Míg száradtak a falak, anyámmal kiültünk a kapu elé a padra, és végignéztünk a falun. Ott az új részen, ami a 70-es években épült. És elkezdtük a lakókat osztályozni házszám szerint. Munkanélküli. Munkanélküli, alkoholista. Munkanélküli, alkoholista. Alkoholista, 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 munkanélküli, van munkája, de alkoholista, közmunkás, 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 munkanélküli, alkoholista, alkoholista, az asszony dolgozik. Amióta anyámról lemondtak, az orvosok jól van, mert rákja volt ilyen-olyan áttétekkel. A szomszédban lakik egy természetgyógyásznő, a Mari, aki minden nap gyógyította, hát igazából azt hiszem, hogy inkább kidumálta belőle a rákot, mert annyit beszélt, hogy még a ráksejtek is beledöglöttek. Minden reggel átjött és nyomta, azt nem bírja a rák se. Ilyenkor itt semmi nem mozdul, a legyek is megállnak a levegőben. Aztán, mint egy lassított felvételen, Gerard tűnik fel a kihalt aszfalton, viszi haza a nőjét, a lyukas Erzsit a bicikli csövén. Gerard azért lett Gerard, mert nyáron is sálat volt, olyan franciás, mint a Depardieu, mikor még nem gimnasztyorkában járt. Gerard állítólag élt Franciaországban. Állítólag. Mindketten matarészekek. Alszanak egyet, aztán, ha már nem tűz olyan erősen a nap, visszatolatnak a kocsmába. Ebben a faluban az a jó, hogy minden magától megoldódik. Hát csak hagyni kell. A befulladt cégtől is sikerült megszabadulnom. Mágus. A hely rettegett. Szemet vetett a céges Ford transporterünkre az udvaron. Márpedig, amire Mágus szemet vet, az az övé. Mondtam neki, hogy okés, tied az autó, de akkor tied a cég is. Megegyeztünk. Mondtam, hogy fel kell menjünk Pestre Józanon az ügyvédhez. Józanon. Na, nem bíztam benne, hogy Józanon megérkezik. Felvittem be az ügyvédhez, átírtuk. Nekem még volt valami dolgom Pesten. Megetettem egy kifőzdében, kapott egy sört, vonatjegyet vettem neki, buszjegyre pénzt adtam, hogy Nyíregyházáról haza tudjon menni, de a hülye elitta a pénzt már a nyugatiban.
Gondolta, csak lesz valaki hazaviszi Nyíregyről Balkányba, egy górét, akinek saját cége van. Föl is hívta a maffiózó haverját, az Árnyékot, aki mondta, hogy oké, 3000 elviszi. Útközben Mágus elmondta neki, hogy most jött Pestről. Van egy cége, meg egy transportere. Kért Árnyéktól még 2000-et sörre. Persze, Árnyék szívesen adott. Másnap a haverjával, Szipkával eljöttek, hogy viszik a transportert, mert Mágus tartozik nekik 5000-rel, és nem tudja megadni, úgyhogy ők viszik. Na tőlem vihetitek, mondtam. Én már nyitottam is a kaput. Állítólag vitték a vasba. Állítólag. De még mielőtt elvitték a vasba, gondolták, hogy keresnek egy kis lóvét. Állatorvososat játszottak. Számlatömböt, pecsétet, jegyzőkönyvet, céges papírokat átadtam Mágusnak még Pesten, azzal nem volt gondjuk. Vörös keresztet ragasztottak piros szikszalagból a transzporter ablakára, meg a motorháztetőre, fehér köppenyt vettek, és elkezdték járni a tanyákat az Állategészségügyi Igazgatóság nevében. Dr. Mágus, Dr. Árnyék és Dr. Szipka. Árnyék és Szipka körülnézett, hogy mi nem szakszerű, nem szellőzik rendesen az istálló, nincs napfénytető, nincs önitató, ami a legújabb EU-s szabvány szerint kötelező, mert ha túl sötét az istálló, a borjak depressziósak lesznek. Mágus a jegyzőkönyvet írta. Mindenhol milliós bírságokat szellőztettek meg, de megegyeztek 3-4 ezerben. A gazdák meg annyira be voltak szarva, hogy elesnek az EU-s támogatásoktól, hogy fizettek. Pár hétig császárok voltak. Azt, hogy Komor Ádám tanyáját nagy évben el kellett volna kerülniük, hát azt nem tudhatták. Bementek hozzá is, mondták, hogy penészes az istálló fala. Most van terjedőben egy penészben lakó halálos baktérium, amit az állat belélegez, aztán az állatból a tejbe kerül, és a kisgyerekeket megöli. Ha ez kiderül, nincs többé tejszállítás. Meg az önitató is túl magasan van, így sérül az alacsonyabb marhák vízhez való joga. Ez megint a támogatások befagyasztásához vezethet. Még találtak pár hibát, ami úgy 5 millióra rúgott. Komorral is megegyeztek 400 000-ben, feltéve, ha aznap fizet. Mondták, hogy délután 3-kor visszamennek a pénzért. Elfelé menet egy cseppet meglepődtek, mikor a gémes kút koloncán valami nagy szőrös kapálózott 6-8 méter magasban. Mi az ott? Kérdezte Mágus. A bodri. Mit csinál? Gondolkodik. Min? Hozzácsípjene a tinóhoz még egyszer, vagy ne? Komor Ádám alapos ember. Tudja, miért mi jár, mi mennyit ér, és minek mi az ára. Kalapját a szemébe tolta, és erősen nézett maga elé. Valami nem tetszett neki. Miután elmentek az inspektorok, megnézte a jegyzőkönyvet, amiben a következő állt, nehezen silabizálható ákombákomokkal. 30 tehén, a többi gyermek. Furcsállott a komor gazda, hogy az állatorvos a borjút gyermeknek hívja. A tehénke, még esetleg. De gyermek? Kiszagolta, hogy itt valami nem jól van. Megnézte még egyszer a jegyzőkönyvet, felhúzta a szemöldökét, aztán a csizmát, hogy elindul utánuk, de az asszony gyorsabb volt. Elővette a mobiltelefont, térerőt keresett, és hívta a rendőrséget. Elmondta, hogy mi van, és hogy délután 3-ra mennek vissza az ellenőrök. A rendőrség kiküldte a kommandósokat, azok meg elbújtak a szénakazalban. A ladanivát bekínozták a kazal alá, de a hátulja kilátszott. Úgyhogy délután 3-kor, mikor Mágusék közelértek, meglátták a szénakazalban bujkáló rendőrautót, befaroltak át a kaszálón, a kommandósok meg ki a kazalból, és súroltak utánuk. Autós üldözés bokortanyán, amiből aztán 3 év letöltendő lett Mágusnak, mert ő vitte el a balhét. Árnyék
és Szipka felfüggesztettet kapott. Mi 3 év alatt nem tudtunk menni semmire. Voltam közben szakmunkás, munkanélküli, alkoholista, közmunkás, minden, ami balkányban lehet az ember. Az asszony teherbe esett, Nyíregyen meg is szült. Kölcsön kértem a transportert, körbe ragasztottam muskátlival, kartvirággal, meg ami az udvaron még volt, tyúkúr, katánkúró, és mentem a kórházba. Azt hitte a portás, a dzsungelből jövök. Vártam 3-4 órát, mire kiadták a gyereket. Kihozta a nővér, nézem, 2 égtelen nagy gyűrött lila púp van a nyakán. Hát keresem, melyik a feje? De nem látszott, még a szemét se nyitotta ki, hogy legalább lássam. Az anyjának se nyitotta ki. Mikor bevitték a nővérek az anyjához szopni, mindig aludt. Majd csak kiderül, mondom, hogy a 2 lilafolt karfiol közül melyik a fele. A feleségem erőltetett mosollyal az arcán szállt be hátra, de amint elindultunk, ránézett a gyerekre, aztán rám, és azt mondta, hogy hát szerinte elcserélték, mert ennyire rondát ő nem szülhetett. Nem győztem nyugtatgatni, hogy szerintem ez a legszebb gyerek a világon. Az asszony csak pityergett. Egyszer csak elordította magát. Bandi, kinyitotta a szemét? Aztán rögtön heves zokogásban tört ki. Ez a gyerek nem elég, hogy csúnya, még kancsi is, szipogta. Félre húztam, hogy megnézzem én is. Csernobil jutott eszembe. De mondom, hát az nem lehet, az nagyon régen volt. Ahogy elértük a Kánaánt, szóltam, anya, én most kiszállok. Vagy megvártok, de az hosszú lesz, vagy hazasétáltok. Rohanta ki lyukas Erzsék baba nézőbe, de amikor meglátták a kicsit, hát úgy kullogtak vissza, mint akikből kiszívták a vért. Aznap a Kánaánban mindenkinek a vendége voltam. A Magyar Művészeti Akadémia irodalmi tagozatának 2018. évi könyvnívó díját, elismerését ez a mű Csender Levente Örök utca című novellás kötete kapta az előretolt helyőrség gondozásában, és most pedig megkérem Mezei Katalint, hogy adja át az ezt igazoló oklevelet. Természetes, a másik ezután következik, így van. Ám mielőtt a másik nívódíjasra áttérnénk, megkérem ismét Dress Mihályt, hogy muzsikáljon nekünk. Kémeim ezúttal azt jelezték, hogy székelyföldi zene várható. Ez is igaz? Thank you.
2018. évi könyvnívó másik oklevelét Király Farkas Sortűz című regénye kapta, amely a Magyar Napló kiadó gondozásában jelent meg. Most pedig felkérem magamat, hogy tartsam meg a laudációt. Mindig érdekes, ha egy költő ír regényt, vagy bármilyen prózát, mert más szemmel nyúl a szöveghez. Költő szemmel írja a prózát. Mindig érdekes azt látni, hogy egy másfajta közelítésből születik egy szöveg. Különösen érdekes az, hogyha a költő író történelmi időkről írja a művét. Ritka az a kegyelmi állapot, amikor valaki tudatában van annak, hogy történelmi idők tanulja. Sokan megélnek történelmi időket, de legtöbbjüknek menet közben szinte fogalma sincs róla. Például apám, aki 13 éves volt az 56-os forradalom idején, szentül állította haláláig, hogy semmit nem értett az események sűrűjében az egészből. Ő egész másban élt akkor 13 évesen. Talán mások is így voltak ezzel, hogy utólag döbbentek rá az események jelentőségére. Király Farkas 1971-ben született, tehát 18 éves volt a romániai forradalom idején, és akkor már azért az ember tisztában van a dolgokkal, 13 évesen még nem feltétlenül, 18 évesen már egészen biztosan. Különös kegyelem, hogyha egy költőíró történelmi időket él át, és ennek a tanúja, és ennek a tudatában is van. Ezért is nagyon fontos, hogy megszületett ez a mű, amely hiánypótló. Bátran mondhatjuk, hogy hiánypótló, mert a témáról a romániai forradalom idején a sorkatonák élete és egyáltalán a magyar fiatalok sorkatonasságnál átélt élményei, ez még a magyar irodalomban nem nagyon jelent meg. Gyanítom, hogy a román irodalomban sem tárgyalták agyon ezt a témát. Tehát ezért is nagyon fontos hiánypótló mű ez, hogy végre valaki erről írt. Amikor azt mondom, hogy egy fiatal magyar költő, író, sorkatona egyenruhába bújtatva, angyalbőrbe bújtatva egy forradalom, egy háború közepén találja magát, akkor önkéntelenül is megpróbálom végig gondolni, hogy kik lehettek az ő sorstársai. A magyar irodalomban ki van még, aki hasonló élményeket átélhetett. És akkor eszébe jut az embernek Szabó Palóc Attila, aki a délvidéken, délvidéki magyarként egyszer csak a balkáni háború sűrűjében találta magát, ugyanúgy bevonultatták, besorozták, és egyenruhában ott találta magát 19 évesen a fronton, és emberek haltak meg körülötte, tőle néhány méterre lőttek agyon egy bajtársát, és egyáltalán ott találta magát a bombázás sűrűjében. Nem tudom, hogy érdekes-e, ha egy költő mond laudációt, recenziót egy költő által írt regényről. Minden esetre olyan formabontással jár, hogy nem papírról olvassa a mondókáját, és utána nagyon szívesen meghallgatná Király Farkas
reakcióját is, amikor felvettem azt a kérdést, hogy érdekes, olyan érdekes lenne egyszer összeereszteni Szabó Palóc Attilát és Király Farkast, hogy akár közönség előtt beszéljék át az élményeiket, cseréljenek eszmét a háború sűrűjéről, hogy hogyan élték át. Ugye eszébe jut a laudáció szerzőjének olyan régebbi előd is, például Molnár Ferenc, aki az első világháború poklában találta magát egyenruhában haditudósítóként, hiszen a galiciai fronton hónapokon keresztül tartózkodott, a lövészárkok világából tudósított, lőttek is körülötte, és megélte ezt az egész világot. De hát ugye... Molnár Ferenc egy másik kor, más élményekkel, és én a 72-es születésemmel nem kérdezhetem meg Molnár Ferencet, viszont Király Farkas itt van köztünk, és erről az általam is átélt világról beszél. Hiszen 18 évesen emlékszem erre az időre, amikor a Hét című televíziós műsorban egyenesben közvetítették Tőkés László beszédeit, például Menyő, egy Menyő nevű Isten háta mögötti kis faluból, ahová elmenekítették őt Temesváról a hívei, gyakorlatilag kényszerlakhelyként jelölték is számára ezt a kis falut, és akkor ott ma már szinte érthetetlen módon a Magyar Televízió megszervezte, hogy élőben közvetítették az ő Isten tiszteletét ebből a háborús helyzetből, és a közvetítés végén Hajdú János, az egyébként nem túl jó emlékű kommunista odaállású műsorvezető, meghajolt a kamera előtt, és azt mondta, hogy önök történelmet láttak élőben. Nyilván már Hajdú János is megérezte a történelem ritmusát, és tudta azt, hogy gyorsan köpönyeget kell váltani, de valóban erről volt szó, hogy történelmet láttunk élőben. Egészen biztosra veszem, hogy ezt Király Farkas is így élte meg, végig tudatában volt ennek, és nem véletlen, hogy most született meg ez a Sortűz című könyv, hiszen a szerzőnek el kell távolodnia ezektől az eseményektől, képtelenség azon melegében hitelesen, objektíven megírni ezt. Az embernek, a szerzőnek, akkor is, ha költő, akkor is, ha író, át kell szűrnie az élményeket, le kell ülepítenie. Eszembe jutnak olyan lengyel szerzők, akik a varsói felkelést átélték, és 20 évvel később tudtak verses könyvet írni róla, mert el kellett telnie ennyi időnek, hogy eltávolodhasson, hogy ne érzelmi sok hatás alatt írja a művét, hanem hogy józan legyen és tudatos. Ez a mű, a Sortűz, rendkívül józan és tudatos. A költő érdekes, ha prózát ír. Az is érdekes, ha egy szerkesztő ír prózát. Király Farkas az Irodalmi Jelen szerkesztője, de más lapoknál is dolgozik. A Parnassusnál, az Ambróziánál sok helyen munkatárs. Különösen érdekes, ha egy szerkesztési érzékkel, egy szerkesztőként működő költő ír prózát, hiszen mondják, hogy a próza lelke a helyes szerkesztés, az arányok eltalálása. Egy dolog a szereplők mozgatása, egy dolog a cselekmény ívének meghúzása, de az arányok, a helyes arányok eltalálása, mondják a hozzáértők, hogy ez a próza egyik, a prózamesterség egyik legfontosabb alkotóeleme. Ez a mű napok szerint építkezik. 140 oldal, 1989. szeptember 29-től 1990. január 1-jéig tart. Azt is mondhatnánk, hogy egy-egy nap, hiszen nincs minden nap tárgyalva 140 oldalon, de a napok kronológiailag haladnak egymás után, és azt is mondhatnánk, hogy minden egyes nap egy-egy fejezet, vagy akár azt is mondhatnánk, hogy minden egyes nap egy-egy kis mini novella, egy-egy kis történet, egy külön egység. Különösen érdekes, ha egy tipográfus, tördelő, költő, szerkesztő, műfordító ír prózát, hiszen Király Farkas számítógépes ismeretekkel rendelkezvén tördelőként is dolgozik, és így megálmodta a saját művének kinézetét, külalakját, tipográfiai elrendezését. Végig a könyv sokszínű tipográfiailag, különböző betűtípusok, betűméretek, sorközök, egyebek váltják egymást.
akár egy oldalon belül is a legkülönfélébb írásképek köszönnek ránk. Ez nagyon érdekesen tagolja a szöveget. Különösen érdekes fogás, magam ilyennel még nem is találkoztam, amikor a kötet legvégén, ahol is az őrnagy megy az aknamezőn, és egyszer csak felrobban, ez ugye a szöveg szerint, mint egy lemez beakadt tűje, önmagát ismétli ez a kép. Az őrnagy mosolyog, lépegetni kezd az aknamezőn, majd felrobban, és ez a mondat ismétlődik, és úgy ér véget ez a textus, ez a részlet, hogy egyre halványabb a nyomdafesték, és egyszer csak eltűnik a szemünk elől a szöveg, tehát elúszik a fehér aknamezőn, elúszik a szöveg, felrobban az őrnaggyal együtt az egész, a betűk egysége felrobban, elúszik, elhalványul. Egész biztosra veszem, hogy ez Király Farkas szerzői leleménye volt, és nagyon különleges megoldásnak tartom. Még egy nagy erénye a könyvnek, hogy megírásához felkutatott olyan történelmi forrásokat, melyek kevéssé ismertek. Például a Ceausescu házaspárra kapcsolatos adatok, az utolsó román pártkongresszus jegyzőkönyveinek részletei, a november 20-ai fejezetnél például hosszú részleteket olvashatunk ebből az utolsó román kommunista pártkongresszus által rögzített beszédekből, jegyzőkönyvekből, és egyáltalán sok érdekes történelmi adalék is előkerül az oldalakon. A cselekményt nem mondjuk el, hiszen azért kell elolvasni a könyvet. A lényege az, hogy négy sorkatona története, egy román, egy magyar, egy szász és egy szerb. A hátsó borító azt ígéri nekünk, hogy ez magas szépirodalmi értéket képviselő mű, és valóban ezt találtam én is az elolvasás után, hogy ez egy magas szépirodalmi értéket képviselő mű, tehát nyelvezetileg is, és tartalmilag is rendkívül értékes, rendkívül izgalmas, és ismét mondom, hiánypótló. Azt is ígéri a hátsó szöveg, hogy a négy főszereplőből van, aki elesik, másikuk megroppan az átéltek súlya alatt, és van, aki így vagy úgy, de túléli. Ezt már előre elmondják nekünk, hogy mi fog történni, de ezzel nem lövik le a poént. Mindössze annyit tudunk előre, hogy Király Farkas az a sorkatona, aki túlélte. És ezért is örülünk, hogy itt van velünk. Köszönjük szépen! És most pedig javaslom, hallgassunk meg egy részletet ebből a nagyon érdekes prózából. December 24. Takarítani mennek. Így mondta Panait százados. Házi buli után is takarítani szokás, ugyanúgy nekik is takarítaniuk kell azután, hogy tegnap egy ládányi lőszerrel szórták meg a kékre festett házat. Mircsa előre írtózott. Mit kell neki tartalékos tiszti iskolásnak takarítással foglalkoznia? Talán a leomlott vakolatot kell kitalicskázniuk a szobából. Az annak a dolga volna, aki a ház, és aki beengedte oda a terroristákat, vagy szekusokat, vagy KGB-seket, vagy bárkit. De mi van, ha a terroristák kinyírták a tulajt? Könnyen elképzelhető, de akkor meg a rendőrségnek kellene vizsgálódni a takarítás előtt. Csak hogy a rendőrség nem éppen megbízható. Vagy esetleg már végzett a vizsgálattal, vagy... esetleg a hullákat kell eltüntetni. Nem sokkal hajnali 4 előtt még látták a torkolattűz fényét a ház ablakaiban, aztán alább hagyott először az egyik, később a másik is. Éjszaka nem merték megközelíteni az épületet, hiszen a tűz szüneteltetése akár csel is lehet. De megszervezték a poterát, őrjárat, 10 embert, akik a századossal egyetemben majd átfésülik a házat és a kertet, amint a fényviszonyok ezt lehetővé teszik. Reggel 8 óra lett, mire kivilágosodott. Mircsi addigra szépen sorjában átvette a lehetőségeket, és arra a következtetésre jutott, hogy csakis a tetemek eltüntetése, esetleg a sebesültek elfogása lehet a küldetésük.
teljesen elhatalmasodott rajta ez a baljós latú érzés. Hiába mondták többen is neki, hogy az ellenség valószínűleg visszavonult, és azért maradt abba a lövöldözés a házból, Mircea a tántoríthatatlan volt. Szerintetek ilyenkor újhold idején a keszekusza kertek között elemlámpa nélkül vissza tudna vonulni bárki? Lámpafényt pedig senki nem látott. A kollégái többsége már megszokta Mircea örök pesszimizmusát, és egy várrándítással letudták a dolgot, de kerülték a hosszas beszélgetést vele. Mircea megpróbálta elképzelni a legrosszabbat, ami történhet. Ha felkészülsz a legrosszabbra, nem érhet meglepetés, mondták valamelyik háborús filmben. Annak idején Mircea bejáratosult egy társaságba, amely hetente vagy két hetente kibérelt egy videómagnót, meg a hozzávaló színes tévét, és fejenként 4 sör áráért egész éjjel filmeket néztek, 4-et, 5-öt, amennyi belefért. Sok olyan filmet látott ezeken a szeánszokon, amelyeket a mozikban sosem vetítettek volna. Kedvelte például a vietnámi háborúról szóló filmeket. Ha felkészülsz a legrosszabbra, nem érhet meglepetés. Elképzelt hát egy vérrel, vizelettel és fekáliával bőven áztatott, vakolatban fetrengő figurát. Aztán fokozta. Az egyik lábát térdből leszakította, és a test mellé helyezte. Ez már eléggé undorító volt. Kiszedte az egyik szemét. Továbbá rés nyitott az ellenség hasfalán. Az ellenség bal kezét a sebre helyezte, ezért a belejének csak egy része budjant ki a hasításból, csak annyi, hogy a könyöklő sebesült még eszméleténél legyen, és amint a takarító, azaz Mircea maga belép a szobába, nyomban beleürítse a kárpáti vagy Tokarev pisztoly tárát. A fantáziálás nagyon élethűre sikerült. Mircea érezni vélte, amint a gömbölyű pisztolylőszerek feltépik a bőrét, a testébe hatolnak, és szétszaggatják a különböző testrészeit, máját, lépét, tüdejét. Ennél rosszabb nem lehet, könyvelte el magában, és megnyugodott. Csak az bántotta, hogy nem volt, akivel megossza a képzelgését, a bajtársai nem voltak nyitottak az efféle gyakorlatokra. Reggel 8 előtt 5 perccel felsorakoztak, és elindultak a ház felé. Mircea szerint inkább 2 rajban, 2 oldalról futó lépésben kellett volna megközelíteni az épületet, így együtt sétálva könnyű célpontok. Ugyan fedezik őket hátulról, de mivel éppen a fedezők és az ellenséges fészek között gyalogolnak, egy sorozattal mind a 10-üket le lehetne teríteni. De már csak 40 lépés, már csak 30, felidézte a vérben és húgyban fetrengő ellenséget, már csak 25, már csak 20. Szarul nézel ki, hallod? Valami bajod van? Kérdezte a mellette lépkedő Uwe. Szarul néz ki? Rendben, akkor elmondja. Elképzeltem a legrosszabbat, ami várhat talán attól. Tényleg? És mi az? A terrorista ott fekszik a kifolyt beleivel a markában, vérben fetreng, de van pisztolya és lőni is tud. Uwe szeme elkerekedett a csodálkozástól. Hűha, ez durva. És mondd, a szagot is elképzelted a képhez? Kérdezte, majd a százados utasítására a ház egyik ablakához szaladt. Hiába való volt az egész. Tudta, hogy a fennmaradt rövid idő alatt szinte lehetetlen lassan, óvatosan hozzáadni a képzelt bűzt a képhez, de nem volt más választása, meg kellett próbálnia. Mircea és Ludovik velem az ajtóhoz, szólt Panait parancsa. A tiszt berúgta az ajtót, és Lajost az egyik, Mircea-t pedig a másik szobába lendítette. A lehullott vakolatdarabok között egy acsargó, torzfejű fickó fetrengett vérben és szarban, egyik kezében a beleit tartotta, a másikban egy pisztolyt, miközben elviselhetetlen bűz terjengett. Mircea elhányta magát, szűnni nem akaró öklendezés tört rá.
Miután másodpercek alatt megbizonyosodtak arról, hogy a házban semmi, de semmi nyoma sem terroristáknak, sem bármilyen gyanús tevékenységnek, Mircsiát kitámogatták az udvarra. Valaki elővett egy összecsukható poharat, és a kerti csapból vizet hozott neki. Míg apró kortyokban leküzdötte lángoló torkán a folyadékot, elkapott néhány foszlányt a százados és Uwe beszélgetéséből. Legalább egy kurva töltényhüvelyt találhattunk volna, de ez a hely olyan tiszta, mintha a seggfejek kitakarították volna maguk után, vagy mi. Mit gondol tizedes? Százados elvtárs, én nem gondolok semmit, de találtunk két elemet. Miféle elemeket? Lapos elemeket, válaszolta a tizedes. Ciril betűkkel ír rajta valamit. Mit? Zgyelanov SSSR. Meg lehet, hogy a terroristák rádiókörre jártak valamelyik szovjet pionírházba, és könnyen össze tudnak forrasztani néhány alkatrészt úgy, hogy a zseblámpa égőt pislogtassák. Hát akkor basszák meg a moszkvai anyjukat! Sorakozó! A 2018. évi könyvnívó másik oklevelét, tehát Király Farkas Bella István-díjas költő, író, Sortűz című regénye kapja, és felkérem Mezei Katalint, hogy adja át az ezt tanúsító oklevelet. Most pedig megkérem Dress Mihályt, hogy muzsikáljon nekünk ismét. Thank you.
Magyar Művészeti Akadémia irodalmi tagozata élő folyóirata lapszámának végére értünk, és még egyszer szívből gratulálok az év legjobb könyvedíjhoz Kontra Ferencnek. Szintén szívből gratulálunk a Nívó díjhoz, a könyvnívó díjhoz, oklevélhez Csender Leventének. És a másik könyvnívósnak, Király Farkasnak. Szívből köszönjük a kiváló zenét Dress Mihálynak. És ugyanígy lelkesen köszönjük a remek felolvasásokat Talján Mariannak és Lázár Balázsnak. És köszönjük szépen a szervezést a tagozatnak, Katalinnak, és köszönjük a figyelmet. Három nyertes könyv, tehát az Álomhídja, az Örök utca és a Sortűz című művek ott hátul megvásárolhatók kedvezményes áron, várják önöket a könyvek a kisasztalon. Minden jót kívánunk, köszönjük szépen a figyelmet!